A hónap végén nemzetközi homokszobor kiállítás, illetve fesztivál helyszíne lesz tínje. Gondolom ez a régi álma teljesül a településnek, ezen belül is Krix Lajos polgármester úrnak, aki már a polgármesteri hivatalba lépésekor megálmodta ezt a homokszobor fesztivált, hát most valóra válik. Igen, közös álom volt a helyi művészel Monostori Ferenccel, és valóban évekkel ezelőtt megfogalmazódott, hogy mindig legyen valami újdonság, új alkotás tinnyén. El is indult évekkel ezelőtt, ugye legelőször a István király megformálása tinnyén, majd aztán más történelmi nevezetességű személyeinknek a megformálása. Egyszer már volt egy próbálkozás, akkor nem nyert a község, illetve a pályázó erre finanszírozást. Most úgy tűnik, hogy e, nyertek akik beadták a pályázatot. Nem tínye önkormányzata, hanem civil kezdeményezés volt. Nagyon-nagyon örülünk neki képviselőtestület, magam is, hogy tínyére újabb látogatókat tudunk csábítani. Ez lett volna a kérdés, hogy hogyan prosperálhat ebből az eseményből maga a település? Én azt gondolom, hogy az igazi összefogás az az, hogy több helyszíne van, de a fő helyszín az most a teniszpálya, a teniszklubnak a területe. És hát a, a, a folytatásaként most éppen itt is készült egy homokszobor a Tínyai Sportpályánál, ami Adi halálának századik évfordulójára formázta meg a művész. És sorba lesznek a nyári rendezvények ezen a helyszínen. Leghamarabb most júliusban a Anna búcsú, és hát forgatag tinjén, majd azt követően augusztus 20-a, és tervezünk majd szeptemberre egy sport és egészség napot tinjén. Itt állunk az egyébként nagyon szép nevű Olajfa utca, Levendula utca meccés pontjánál. Ez az a bizonyos vízmajor helyszín, hát a talajról látszik, hogy itt azért komoly vízmennyiség lezúdult. Igen, azon a napon, május 29-én, mint egy 50 perc alatt, nem mi mértük, hanem meteorológia, állomás 70 mm csapadék hullott le erre a területre. Hát elképzelhetetlen mennyiségű víz most az hét teljesen az utat, és hát beadtuk vismajor pályázatra, ennek a feljavítását. De szerencsére most már ebben az utcában a belakottság nagyon nagy százalékú, és most újabb házak épülnek, tehát, tehát nem egy kies terület, hanem ö, lakók által benépesült utcáról van szó. Nagyon nehéz a lakókkal azt elfogadtatni, hogy legalább arra az időszakra, amíg most a bejelentés megtörtént, illetve majd a helyszínelő bizottság kijön, ami még napok kérdése, addig nekünk érintetlenül kell hagyni a területet, viszont ők meg közlekedni nem tudnak. Tehát nem tudunk más csinálni, mint e-mail váltásokkal, telefonos és egyeztetésekkel türelmet kérni tőlük, hogy addig próbálják valahogy nagyon óvatosan megközelíteni a házaikat. Ha jól tudom, akkor nem ez az egyetlen problémás rész esővíz áramlás szempontjából a településen? Nem ez az egyetlen problémás. A falunak a belső magja ott is, az is jelentősen nagy mennyiségű vizet kapott. Hát ott kisebb problémák keletkeztek, de talán köszönhető annak, hogy amit mi szakmailag elképzelünk és, és, sikerül megvalósítani. Az elmúlt évek viszmajorjainak hatására, megvalósításoknak hatására ott már nem tudott nagy kárt okozni az esővíz. víz. Polgármester úr mindig meg szokta említeni azt, hogy a kommunikációt fejleszteni fontos az önkormányzat és a polgárok felé. Mondjuk ilyen viszmajor esetekben ennek különös jelentősége van. Haladtak-e e, e téren? Igen, haladtunk előre, már a honlapunk is fejlesztés alatt van. Sűrűbben fogunk bejegyzéseket tenni a honlapra, és tisztelettel kérjük azon réteget, akik nagyon előszeretettel használják a Facebook csoportokat, hogy rendszeresen látogassák meg a tinyei honlapot is, mert ugyanúgy ott bejegyzésre kerülnek azok az új információk, amelyek fontosak lehetnek a, lakosság számára. De egyébként egyre gyakrabban kapok jó magam is érző úr, képviselők e-maileket, és azt próbáljuk célul kitűzni, hogy, hogy ezekre az e-mailekre éppen a rendkívüli helyzetekre, rendkívüli információk igényre való tekintettel igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül válaszolni az e-mailekre is. Ez egy nagyon fontos felhívás is egyben a polgárok felé. Nézzünk is szembe velük most, hogy a nap beálltunk, de Hajrá, Tinje. Köszönöm szépen.